Kedves nézőink, indián napot tartottak szombaton a Nomália Szabadidő Parkban, most ide látogathatnak el velünk. Mi számunkra nagyon fontos egy egyesületünknek, hogy népszerűsítsük a gyermekek számára a természetet, az egymás iránti tiszteletet, és ez pedig egy ilyen, úgymond ilyen játékos, indiános napon keresztül tudjuk nagyon jól megvalósítani. Annyit tudni kell ugye az indiánokról, hogy az mellett, hogy rendkívül harcosak voltak, vadásztak, nagyon-nagyon szerették a gyermekeiket. És hogyha most körbenézünk, akkor azt megláthatjuk, hogy rengeteg kis gyerek van itt kint, és egy nagyon fontos dolognak tartjuk, hogy a zenén keresztül, a játékokon keresztül megismerhessék azt, hogy mit tettek és hogyan éltek az indián gyermekek. Akit ma Magyarországon érdekel az indián kultúra, a meséken ki és a mondákon kívül hol tudja megismerni? Hát ugye vannak zártabb indián közösségek, úgy mint például a Bakonyban a bakonyi indiánok, és viszont van nekünk most egy egyesületünk, az Időkerék Magyar Indián Baráti Társaság, és azt, hogy tudjuk népszerűsíteni az egyesületünket, most az idén júliustól 4 turnusban ilyen bentalvos táborokat szervezünk gyermekeknek, 6 éves kortól, ami azt jelenti, hogy egy egész héten keresztül ilyen indián tipikben fognak aludni, és éjszaka harcászat, napközben pedig rengeteg játék, dal, illetve zenetanulásról szól az egész. Idén plusz programmal készültünk az általános attrakcióink mellett, hiszen egyébként a szolgáltatásokhoz hozzátartozik, hogy Nomádia attrakciói a tótól elkezdve a lovas vezetgetés, a tutajozás, kovácsműhely, az óriás Dunántúl legnagyobb palánkvára, ijászkodás, dárda, kelevészdobás és az állatsimogató, ugráló, szalmaugráló, és ezekhez még plusz szombatonként egy extra programot tettünk be. Minden szombaton más programmal készülünk az ide látogatóknak, 4:30 órási kezdettel. Most szombati indián programunk után jövő szombaton egy lovas nomád nappal készülünk. Az osztálykirándulások kedvenc programja a bemutató, ami egy 3/4 órás interaktív gyerekeknek szóló lovas íjász harci bemutató, ahol bevonjuk a gyerekeket is a dárdadobásba, a magyar és a német küzdelembe. És utána szombaton Lang Rudolf jön, és a kútból húzott magyar népmesékkel szórakoztatja a gyerekeket, és egy mesterségek hagyományőrzők napját is tervezünk, és ez minden hónapban ismétlődni fog, és aki bővebb programokról tájékoztatást kíván, az a www.nomadiapark.hu oldalon, és a Nomádia Szabadidőpark Facebook oldalán megtalálja a részleteket. Az idén milyen táborokra várjátok a vakációzókat? Idén ismételten lesznek 2 hét lovastábor, lesz 1 hét tartalmas nomádtábor, és vakációs gyermekmegőrzőket hirdettünk még, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy napközis tábor, és 8-tól 4-ig vannak itt a gyerekek, és szakfelügyelő vigyáz rájuk, és ő szervezi nekik a játékokat. Ha szülőknek programjuk van, vagy a szülők dolgoznak, és biztonságban akarják tudni a gyerekeket, akkor nálunk ezt megtalálják. Milyen életkorú gyermekeket vártok a programokra? Ugye speciális minden tábor más, tehát a lovas táborra is kétfajta életkorú, minden héten más életkorú gyerekeket várunk. Egyébként a lovas tábor betelt, ezt most szeretném közölni. Hál' Isten nagy érdeklődést vonzott, és a nomád táborra várjuk még a jelentkezőket és a vakációs gyermekmegőzőre, ahol a vakációs gyermekmegőzőn óvodás kortól egészen az iskolás korig, tehát a testvérek is jöhetnek bátran, vegyes korosztályt várunk.